Szervusztok, nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és nagyon nagy öröm számomra, hogy újra itt lehetek, és egy újabb érdekes témába hozlak be benneteket, a figyelmeteket, hiszen elég érdekesen alakul körülöttünk a világ, és lassan pontosan abba az irányba, ahová szeretnénk haladni, ahová, ami felé már haladunk. Picit itt igazítok a képernyőn, hogy így jobban láthassuk egymást. Szóval az újrakezdés nagyon nagy mértékben foglalkoztatja az embereket, de mielőtt ebbe belekezdenék, először is szeretném megköszönni mindannyiótoknak, akik már biztosítottatok itt a figyelmetekről, hálátokról, azt a támogatást, amivel felém fordultok. Nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek, és ígérem, én mindent megteszek azért, hogy egyre több és több olyan információt adjak át nektek, amivel képesek vagytok egy olyan életet élni, amire mindig is vágytatok, amit mindig is szeretnétek. És most még, hogyha nyomtok egy kedvelés gombot, akkor az még pluszba megerősíti ezt, hogy mások is, tehát, hogy legközelebb még hamarabb megkaphassátok azt az információt, ami természetesen fontos, hogy eljusson hozzátok az újabb és az újabb ilyen videóimról. Tehát, ahogy az előbb mondtam, hogy újrakezdés, hát igen, az újrakezdés, de minek az újrakezdése? Tényleg valami új dologról beszélünk? Hány éves vagy? Figyelj csak egy picit! Hány éves vagy? Mindenki tudja, hogy hány éves. Tudod, hányszor kezdted újra az életedet? Tudod, hányszor kezdtél újra és újra mindent? A leglátványosabb és a legelterjedtebb az, amikor jön december 31, szilveszter napja, és jön az új év, és mindenki megtervezi és eltervezi, hogy hogyan is alakul majd a jövő esztendő, hogy minden másképpen lesz, hogy most biztos, hogy megfogadom, hogy most biztos, hogy betartom, de ezzel én most nem akarok foglalkozni, mert nagyon sokat foglalkoztunk már több év elején ezzel a témával. Ha érdekel benneteket pontosabban, még mélyebben, akkor visszakereshettek a videóim között, és több előadásom, videóm is szól arról, hogy mit is jelent egy új élet kezdete, egy új élet elindítása, nem csak az új év elindítása. Itt most viszont egy olyan élethelyzet alakult ki mindannyiunknál, és nem csak azoknál, akik most itt néztek engem, és nem csak azoknál, akiket érdekel a téma, hanem vegyük úgy, hogy a Föld összes emberénél lehetne ez most téma. Mint ahogyan valószínűleg van is, nagyon sokan türelmetlenül várjátok már, hogy legyen már vége ennek a lezárásnak, és nagyon sokatokban van már türelmetlenség, hogy jaj, de jó lesz egy új életet elkezdeni, egy új módon folytatni az életet, és aztán persze ott van ennek az ellentéte is, nagyon sokan pánikolnak, nagyon sokan félnek attól, hogy te jó ég, hogy lesz majd most. Nagyon sokan vágytok arra, hogy bárcsak folytatódna minden, és nagyon-nagyon sokan vágytok rá, anélkül, hogy tudnátok róla, szeretnétek azt a régit, amiről az volt a véleményetek, vagy legalábbis most az a véleményetek, hogy az volt a normális életetek, és akkor milyen jó lenne, ha az most folytatódna. De akkor itt most álljunk meg gyorsan egy pillanatra. Az, amit folytatni akarsz, az tényleg az, ahogyan eddig éltél? Nem hinném. Hiszen, ha most megint megállsz egy pillanatra, 60-70, nem tudom hány nappal ezelőtt kezdődtek ezek a korlátok. Maradj otthon, és tanuld meg otthon élvezni az otthonodat. Legyél együtt a családoddal és a gyerekeiddel. Jó néhányan ráhangolódtatok erre, de jó néhányan elkezdtétek megélni azt a hiányt, ami most is jelen van, hogy nem folytathatjuk a régit. Nem folytatódhat az életünk. Megállt minden körülöttünk, vagy legalábbis nagyon sok embernél megállt a szokásos,
Hallod, mit mondok? A szokásos. Igen, nem csak az állt meg, hogy nem jársz többet a munkahelyedre, vagy most otthon kell maradni, muszáj a gyerekekkel együtt lenni, nem jön be annyi pénz, amennyire szükség lenne, nem mehetsz a barátokhoz, nem tölthetitek együtt az időtöket, hanem itt most másnak is vége kell, hogy legyen, legalábbis látnod kellene, hogy nem csak az záródott le valamennyi időre, hanem az azokkal együtt járó problémáid. Azok a problémák, amik miatt kerestél egy új életet. Elindultál, hogy szabadulj meg éppen a elkeseredés által létrejött problémáktól, amiben be vagy fordulva, amiben szomorú vagy, a lelki fájdalmaid, a mások hibáztatása, amit úgy fogalmaztál meg, hogy undokok, meg tönkretesznek téged, vagy az a része az életednek, amikor már jöttek a betegségeid testi szinten, vagy ott voltak a csalódásaid a munkahelyeden, vagy a kedvesedben, vagy a gyerekeiddel a problémák, és akkor most mondhatom, hogy stop, állj, ezt vágyod vissza? Persze, hogy nem. Senki nem vágyja el. Senki nem várja ezt el, hogy folytatódjon. Tehát akkor most tényleg állj meg egy pillanatra. Vegyél most egy jó nagy levegőt. Lazítsd le a válladat. És figyelj picit befelé. Hallgatóim, egy pillanat alatt értitek, érzitek, tudjátok, hogy ez miért kell. De ha te most ülsz itt először, akkor csináld velem. Vegyél egy nagy levegőt. Lazítsd le a vállaidat. És csak a lazítást figyeld. És figyelj egy picit befelé. Ilyenkor csend van, nincs egy darab gondolat. Se mindegy, hogy mit mondtam az előbb. Sok-sok negatív dolgot soroltam fel. Sok-sok olyan dolgot, amitől mindig meg akartál szabadulni. Most meg itt vagy te. Ahogyan látsz engem itt a képernyőn, itt ülök, és nézek magammal szembe. Még csak nem is magammal szembe, hanem oda bele abba a kamerába, hogy te láthass az én szemembe. Itt vagyok én, és ott vagy te. És ugyanaz az egy vagyunk mi mind. Az a végtelen szeretet, aminek most úgy kell megnyilvánulnia, hogy a te életedben úgy fog tudni megnyilvánulni, hogy abba hagyod a vágyakozást, abba hagyod azokat a félelmeket dagasztani, erősíteni, hogy valaminek a hiányával foglalkozzál, és valaminek a hiányát éljed. Mert az életednek nincs vége. Az élet egy szakaszának talán lehet vége. Lezárulhatott, most arra ahány éves vagy, egy korszak. Az életedből ennyi év folytatódott újra és újra ugyanúgy. Tényleg azt szeretnéd, hogy ugyanúgy folytatódjon? Most mondhatjuk, hogy egy újrakezdés, de valójában egy új szemléletmód, egy új látásmód szükséges ahhoz, hogy a régi életed ne úgy folytatódjon, mint ahogyan eddig volt, hanem az valósuljon meg, amire mindig is vágytál, amit mindig is szerettél volna. Ehhez a régi gondolatok 100%-ban fölöslegesek. Tehát ne azon gondolkodj, hogy hogyan volt, hogyan van, és hogyan akarod, hogy legyen, hanem a gondolataid és a gondolkodás helyett tudd itt és most ebben a pillanatban. Újrakezdés csak ez lehet. Semmi más. Miért is? Azért, mert ahogyan már több előadásomból hallhattad, és ha nem hallottad, akkor majd
menjél vissza és nézd meg. Az élet egy játék, minden egyes pillanatát te teremted. Tehát az, ahogyan gondolkodsz, az érzelmeidből fakad. És ahogyan az érzelmeidet megéled, ahogyan megfogalmazódnak a gondolataid, az határozza meg, hogy mi fog történni veled. Tehát a múltadat vetítetted a jövőbe, most itt és most megérkeztél ehhez a pillanathoz, amikor minden kérdőjeles. Mi lesz majd? Hogyan tovább? Figyeljük folyamatosan, hogy hogyan indulnak be a változtatások, hogyan tud elindulni az élet szokásos formában újra. Azaz, mehetsz emberek közé, lehetnek csoportosulások, rendezvények, mint ahogyan ma már be is jelentették, ha esetleg valamelyikőtök nem hallotta, talán a jövő héttől vidéken már lehet 200 főig lakodalmakat rendezni. Tehát ha itt ültök, mennyasszonyok, vőlegények, akkor már mehettek esküdni. Nincs akadálya. Mekkora öröm ez, ugye? És egyszer öröm, ez egy olyan információ, ami beteljesíti a vágyadat. Beteljesíti azt, amiről álmodoztál. Amit elterveztél, lehet, hogy egy éve, két éve, ki tudja mikor, és elmaradt. És most itt a lehetőséged. De hogy fogsz most ide elindulni? Eljönnek majd a vendégek. Tényleg mindenki itt lesz. Meg tudom én ezt most tervezni? Tényleg ezen kell agyalni? Hogy éltél régen? Ugyanígy. Megjelentek a félelmek, a kételkedések, kétségek között voltál. Tedd a dolgodat, figyelj, tudd, hogy mit akarsz, és meg fog valósulni általad, a figyelmed által. Nem pedig, tehát nem igaz, majdnem olyat mondtam, ami nem úgy van. Tehát, ha gondolkodsz, régi szerint a gondolataidon keresztül hozod azokat a félelmeidet és kételkedéseidet, ahogyan eddig éltél, akkor semmi nem változott, teljesen mindegy volt, hogy megállt az élet szokásos formában egy időre, te ugyanúgy fogod tovább pörgetni, mint régen. Tehát, ahogy megszülettél és elkezdted az életedet, azok az érzelmeid vittek téged tovább abba az irányba, ahol most tartasz, mert az érzelmeidből fakadtak a gondolataid, a figyelmed, és amire figyelsz, az valósul meg általad. Tehát ez továbbra is érvényben van. Én most arról beszélek, hogy hagyd abba túlagyalni a dolgaidat. Akkor fog tudni megváltozni, és nem a régi életed ismétlődni, hogyha fölismered ezt, tudatosítod magaddal, hogy oké, akkor most én azon gondolkodom, és azon agyalok, hogy akkor most hogy lesz, mi lesz, meg lesz, nem lesz. És most ne csak erre gondolj, nem csak ez az egy példa létezik, hogy újra lehet lakodalom, hanem a te életedben, a te munkád hogyan tud újraindulni, az, hogy a gyerekeidet hogyan tudod más módon elhelyezni, hogy hogyan tudsz kapcsolódni azokkal a rokonaiddal, akivel eddig nem tudtál. Tehát nagyon-nagyon fontos, ha a régi módon vágyakozol, kételkedsz, és így mész tovább, akkor teljesen mindegy, hogy volt egy ilyen kis szünet, a szokásaink álltak meg, de ha most tényleg újraértékeled, és azt mondod, hogy igen, szeretnék úgy élni, vagy úgy részt venni az életemben, ahogyan élvezhetem azt, barátaimmal, a munkámban, jó anyagi körülmények között, de ha új módon szeretnéd, akkor új módon kell egyrészt elképzelned, látnod, megfogalmaznod magadban, és figyelned. Igen, azok a fránya félelmek, negatív érzelmek jönnek, mert az agyunk reagál, azokat nem változtattuk meg, az ugyanúgy, ugyanazzal az érzelmi reakcióval működik tovább, ahogy hallottad már tőlem, nem műtjük meg az agyunkat, nem történik semmilyen agymosás. Az emlékeid mindig megmaradnak, és sajnos a szokásaid is,
amiket neked kell észrevenni. Ahogyan látod, itt a könyvem címe is, hogy vedd észre. Vedd észre, hogy amiben nem érzed jól magad, az a múltad. És hogyha ezekkel az érzelmekkel mész tovább, ez határozza meg a figyelmedet, akkor pörgeted újra a régit, és ismétlődik újra, és újra, és újra minden. Tehát csak figyelj, lélegezz nagyot, lazíts, a lazítás a lényeg, és a figyelem, ami egy pillanatra befelé irányul, szíved felé, és amíg most tapasztalod először, akkor tudod, érzékeled, egy darab gondolatot sincsen. És ez jó, hiszen a szokásos gondolatok el kell, hogy tűnjenek ahhoz, hogy új módon legyél képes az életedet új irányba élni, új irányba figyelni, új irányba haladj, hogy újat teremtsd, új módon éld az életedet. Leegyszerűsítve, más minőségben. Tehát az életed minőségében kell, hogy módosuljon, hogy változzon, és ezért nem kell belemenni újabb félelmekbe, nem kell újabb utasításokat adni magadnak, nem kell akarni megszabadulni a félelmeidtől, nem kell harcolni, és mostanában a napokban többek felől jött egy ilyen információ, hogy még keményebben kell dolgozni, még keményebben oda kell tenni magamat azért, hogy ma majd most, akkor végre új módon még többet létrehozzak, és még jobb, még nagyobb sikereim legyenek, és még több pénzt keressek. Hát ez az, amíg harcolsz és küzdesz valamiért, félelem van benned, megkérdőjelezed saját magadat, hogy erre képes vagy, hogy ez megvan neked, ezért küzdesz és harcolsz. De a küzdelem és a harc az a saját lényed ellensége, önmagad ellensége. Tehát amikor azt mondom, hogy a régi szokásos gondolataid azok, amik ha megszűnnek, ami természetesen nem ilyen egyszerű, hogy megszűnjenek, de majd mindjárt mondom tovább, akkor találod meg az újat az életedben, hogy hogyan kell tovább élned. Nem gondolkodni, hanem hagyni, hogy tudjad. És ez a tudás csak annyi, hogy figyelsz, és megjelenik benned, hogy mit szeretnél. A megérzés, az intuíció valójában ez teremt újat. Mi is az intuíció? Két gondolat közötti szünet a legegyszerűbben megfogalmazva. Tehát azt jelenti, hogy a szokásos gondolataidba nem ásszál bele. Vedd észre, hogy ez már megint a régi. Nagy levegő, befelé figyelsz, és azt mondod, hogy köszönöm, látom, hogy már megint a régit ismétlem. Ez nem viszel az újba. Ez nem viszel abba a megvalósulásba, hova el akarok jutni. Ez nem hozza létre új módon az életemet. Nem véletlenül ismétlem meg ennyiszer. Azért ismétlem meg ennyiszer, mert mindig kérdezitek tőlem, kaptam mostanában is ilyen kérdéseket, hogy de hogyan? Hogyan valósítsam meg az újat? De hogyan? Mit csináljak? Tudom, figyelni kell, de hogyan figyeljek? Hát így figyelj, ahogy elmondom. És mindaddig, amikor ki akarod találni, hogy amit én elmondok, azt te hogyan csináld? Hogy te hogyan figyelj, hogyan csináld? Próbálod kitalálni, megkeresni, mert azt hiszed, hogy majd te valamilyen formában erre képessé válsz. És csak hány éves vagy? Képes voltál? Nem. Tedd úgy, ahogyan mondom. És nem azért, mert én megmondom a tutit, hanem azért, mert ez működik. Mert nem kell kitalálnod semmit, nem kell, figyelj, nem kell gondolkodnod rajta. Hanem ha ezt csinálod, és így, ahogyan mondom, eltűnnek a gondolataid. Te nem tudod abba hagyni a gondolkodást. Ez úgy magától, attól, hogy egy picit befelé figyelsz, tűnik el.
a szokásaid nem fognak eltűnni, az emlékeid nem fognak eltűnni. De elindulsz önmagad megismerése, nem is megismerése, hanem önmagad mélységének a megtapasztalása felé. Az igazság felé. A valóság felé. Mert az, ahogyan eddig éltél, ahogyan gondolkodtál, és amit hittél, az nem a valóság. Gondoltad és hitted, méghozzá az érzelmeidből fakadóan. Onnantól kezdve, hogy elkezdted az életedet, és aztán folytattad ugyanazzal a gondolkodásmóddal, ugyanazokkal az érzelmekkel, és azt hitted, hogy újra kezdtél valamit, miközben a régit ismételted. Csak mindig egy újabb és egy újabb élethelyzetbe csöppentél bele, de ugyanazokkal az érzelmekkel. És az újabb és újabb és újabb élethelyzetekből, ugyanazokkal az érzelmekkel keveredtél ki, mint addig is, előtte. Tehát nem az a cél, hogy te bármit is csinálj, hanem a cél az, hogy tudd, hogy mit akarsz csinálni. Nem az a cél, hogy gazdag legyél. Nem az a cél, hogy sikeres legyél. A cél az, hogy élvezd minden egyes pillanatodat. Mindent élvezd a pillanatban, miközben haladsz afelé, amit el akarsz érni. Hogy érzed magad közben? Élvezed? Amit beleteszel, az az élvezet, az, amit kiáramoltatsz. Van egy ilyen programom is, hallgass bele az áramlásról, áramolsz a világegyetemmel, tehát amit kiáramoltatsz, az áramlik vissza. Ha öröm és élvezet van abban, amit csinálsz, ahogyan haladsz a célod felé, annak az eredménye örömmel, élvezettel fog eltölteni. Természetesen az ismeretlen irányába haladunk. Mindig is az ismeretlen irányába haladtunk, csak az agyunk, az elménk mindent tudni akart, mindent megfogalmazott, mindent kitalált, ezáltal nem tudtad megtapasztalni az ismeretlenben, hogy mi vár rád. Tudod, mi vár rád? Amit beleteszel. Mert az ismeretlen tele van mindennel. Neked üres, neked tűnik úgy, hogy nincs meg. Mert csak azt hiszed el valódinak, amit eddig éltél, ahogyan eddig gondolkodtál. De jó, ha tudod. Az életednek egy olyan szakasza volt, ami segített abban, hogy felébredj. Hittél félelmeket, hittél fájdalmakat, kudarcokat, csalódásokat, sokféle negatívat. Hitted, hogy úgy van, és azt, amit hittél, ahogyan megélted, vetítetted másokra, a külvilágra. És mivel ezt vetítetted, újra és újra ugyanezzel találtad szembe magad. És azt hitted, hogy ez a valóság. Új életet akarsz? Akkor tedd azt, amit olyankor teszel, amikor kiselejtezed a régi ruháidat. Amikor már tele van a szekrényed, és nem tudod betenni az újat. Ki tudja, hány év óta gyűjtögeted őket, mert szép, és majd még jó lesz. És aztán jön az új, és már nem fér be. Szedd ki a régit, mert nincs rá szükséged. Idézőjelbe, szabadulj meg tőle. Az érzelmeidtől, a gondolataitól nem tudsz megszabadulni. Szó szerint értve nem tudod eldobni. De ahogyan az előbb elmondtam, ha tudatában vagy annak, hogy minden, amit hiszel, az csak egy elképzelés, hiszen csak hitted, és mivel csak elképzelted és hitted, nem lehet valóságos, mert a valóságról hittél valamit. A te dolgod most annyi, hogy felfedezd a valóságot, felfedezd önmagad valóságát első körben. És ez csak akkor fog tudni megtörténni, ha figyelsz, megengeded, hogy amit megszoktál, ahogyan szokásos módon agyaltál és gondolkodtál, az most egy pillanatra megálljon.
eltűnjön, megszűnjön. De csak egy pillanatnyi befelé figyelés. És ha teszed most velem, akkor érzékeled is ezt. Mi mind ugyanaz vagyunk. Ugyanaz a szeretet, ugyanaz a rezgés, ugyanaz az energia. A különbség csak annyi, hogy ki mit figyel oda. Belefigyelted a múltadat, és eltakarta előled a végtelen lehetőségedet. Amikor eltűnik a gondolat, akkor te itt maradsz. Mert te vagy az, aki ezt gondolta. És ha tudatában vagy önmagadnak, akkor tudsz igazán egy új életet kezdeni. És még ilyenkor is olyan kérdéseket szoktam kapni, hogy de hogy ezt hogy csináljam? És hogy nekem miért nem sikerül? Mert az, hogy miért nem sikerül, ez is egy gondolat. Meg az, hogy hogyan csináljam, ez is egy gondolat, ez is egy kételkedés, félelemből jön, hogy te erre nem vagy képes. Pedig mindenki képes egy pillanatra csendben lenni, egy pillanatra befelé figyelni, és közben csak lazíts, és csak a lazításra figyelj, mert ez a csend, ez a lazaság, ez vagy te. Ez az üres. Eltűnik a szokás, a szokásos gondolat, és itt maradsz te. És jön az, hogy oké, de akkor hogyan tovább, nem tudom. De tudod, hogy mifelé haladsz. Vannak terveid és céljaid, és szeretnék újra, mert hogy újra előjön ez a téma, újra válaszolni azoknak a kérdésére, de én nem tudom, hogy mit akarok, nincsenek céljaim. Na látod, ebben nem tudok neked segíteni, hogy mi a te célod, nem ismerem az életedet, nem ismerlek, nem tudom, hogy mit tanultál, nem tudom, hogy mi érdekel, nem tudom, hogy mivel foglalkoztál eddig. Egy biztos, a szokásos érzelmeid és az azokra való figyelés mondatja veled, hogy te nem tudsz valamit, hogy nem tudod, hogy mit akarsz, dehogy nem. Nem szeretnél boldog lenni? Nem szeretnél anyagilag kiteljesedni? Nem szeretnél egy új akármit az életedben, házat, kocsit, bármit, családot, párkapcsolatot, dehogy nem, jó munkát, dehogy nem, egy csomó mindent szeretnél. És hogy mit dolgozzál, mi legyen a munkád, hát mit tanultál eddig, mi érdekel? Írd le, fogalmazd meg magadnak, mivel foglalkoztál eddig, mi az, ami érdekel? Mit tudnál csinálni, ha szembe jönne veled? Fogalmazd meg, és kezdj el figyelni rá. Döbbenetesen fogod tapasztalni, hogy megjelenik benned. A te életedet te éled. Pontosan ugyanúgy, ahogyan az enyémet én élem. Napokban is beszéltem több hallgatómmal, és szinte döbbenetes, számomra már nem, nekem ez természetes, hogy beszélnek egy problémájukról, vagy beszélnek arról, hogy mit is szeretnének, és ahogyan a segítségemen megnyílnak ennek a jelenlétnek, ahogyan fölismerik azt a nyugalmat, azt a belső harmóniát, csendet, és megélik, és tudják, hogy mit akarnak, szinte pillanatok alatt, órák alatt, vagy egy-két nap alatt megvalósul az, amit szeretnének. És aztán hívnak újra, és azt mondják, hogy ez nagyon durva, hogy ez ennyire működik, de jó értelemben. Igen, ennyire működik. Ez a tudatos teremtés. Az, hogy teremts tudatosan, nem kell megtanulni. Semmi dolgod vele. Egyetlen egy dolgod van csak. Tudd, hogy amit eddig hittél, az nem valóságos. Amit szeretnél, csak figyelned kell rá, de közben tudni, hogy érzed magad. Mert az érzelmeid azok, amikből elindul a figyelmed, és ez az, ami teremti a körülményeidet. A figyelmed által alakul a úgy minden, ahogyan szeretnéd, vagy ahogyan nem szeretnéd. Te irányítasz. Az érzelmeid irányítanak a figyelmeden keresztül.
Ne azon agyaljál, hogy mit akarok, hogy akarok, mit nem akarok, mi ne legyen, mi legyen. Mert ez a szokás. Új életet akarsz? Itt a lehetőség. Most képes vagy bármit új módon elkezdeni. Hiszen nagyon sok minden leállt az életünkben szokásos módon. Akkor, ha nem a szokásos módon akarod, hanem attól eltérően, akkor figyelj eltérően. Engedd meg, hogy az érzelmek, amik megjelennek, hát azok csak hagyd újjanak benned. Hagyd menjen benned. A tested felveszi ezeket a rezgéseket. Az érzelmeidre reagál a tested. Sejtszinten hordozod az információkat. Energiák, áramlás. Ne azt figyeld, hogy rosszul vagy, ne azzal foglalkozz, hogy fáj. Hanem csak lazíts bele, tudatosítsd magaddal, hogy ez a múltad. Engedd meg azt a pillanatnyi csendet, és a figyelmedet irányítsd arra, hogy mit akarsz, mifelé haladsz. De azt ne akarjad. Tudjad, hogy már megvan. A hallgatóim tudják, és sokan, akik olvastátok már a könyvemet, van benne egy ilyen rész, ahol a tudatos teremtésről beszélek, ahol elmagyarázom, hogy hogy is hozod létre az életedet. Tudod, az a legszebb benne, hogy onnantól kezdve, hogy elindult az életed, te magadnak teremted, a szokásos érzelmeiddel és a figyelmeddel, csak nem tudtál róla. Tudattalanul is te teremtettél mindent a saját életedben. És nem elég ez csak így elmondani, hogy jó, de hát akkor, hogy hogyan tudod megváltoztatni a szokásaidat, az előbb is erről beszéltem. Tehát a cél nem az, hogy szokás szerint újra pörögjön az életed, pörögjönek az érzelmeid, küzdjél, harcoljál, keseregjél, semmi nem fog változni. Kell hozzá a tudatosság. Az, hogy légy tudatos önmagadra. És ez hihetetlen egyszerű, ahogy már elmondtam. Csak figyelj befelé, lazíts, tudatosítsd magaddal. Hogy tudod tudatosítani, hogy ez a múlt? Mondd ki, hogy köszönöm. Mondd ki, hogy köszönöm, hogy én ezt tudhatom. Ez a köszönöm, a hála. Nem tudtok hálásak lenni. Ilyen kérdés is szokott érkezni, hogy hogy legyek hálás. Nem tudsz hálás lenni. És nem beszélve arról, hogy hogy kell alázatosnak lenni. Mit jelent az, hogy alázat? Nem a megalázkodásról beszélek. Amikor az igazi szeretet megérint, az igazi hála megérint, megjelenik az az alázat, amit önmagaddal szemben megélsz. Ez az a beismerés, elismerése annak, hogy volt egy életem, azt hittem, hogy jól csinálom, azt hittem, hogy jól akarom, de merek szembenézni magammal és kimondani, hogy köszönöm, hogy most látom. És amikor megköszönsz valamit, miért köszönöd meg? Egyrészt hálás vagy érte, hogy tudomásodra került, hogy kaptál valamit, de ez valójában egy öröm benned. Örülsz. Az igazi hála a valódi öröm. És hogyha megnézitek, visszatekintetek, vagy beletekintetek a keleti filozófiákba, akkor azonnal meg fogjátok ott találni, főleg a buddhistákat, hogyha megnézitek, ők a tiszta tudatot és a valódi örömöt keresik. Tehát a hála, a köszönöm, az a valódi szeretet, de az a valódi öröm. Minek örüljél? Annak, hogy most be vagyunk zárva, meg hogy most így alakult a világ, meg most itt a vírus, meg Úristen, menjen meg halna. Nem mondtam, hogy ennek örüljél. Szó sincs róla. Az öröm az itt, benned van. Te vagy a valódi öröm, a valódi szeretet, aki tudatában van önmagának. Azaz a tudat maga, aki tudja. Az vagy, aki tudja. Mit jelent a tudatosság?
azt jelenti, hogy tudatába kerülsz annak, hogy te teremtesz. És ahogy érzed magad, az hozza létre a külvilágodat. Kerested a felelősöket, hárítottad a felelősséget, de az igazi felelősség az most jelenik meg benned. Ráébredsz, hogy egyedül te tehetsz a saját sorsodért. Mindegy, hogy mi zajlik a külvilágban, ki az oka és ki a felelős. Magadért te vagy a felelős. Semmi más dolgod nincs, mint tudni ezt. És a könyvemben, ahogy az előbb mutattam, van egy fejezet, és le is írom azt. A tudatosságnak 4 alapelve létezik. Lehet, hogy van több is, de kereshettek még. Nem számít, nem akarok vitatkozni senkivel. Ez a 4 alapelv viszont 100%-ban határozza meg a tudatosságodat. Hogy meddig élsz még az elméddel, és hogyan élsz tovább tudatosan. Hogy ez mit jelent. És amit most elmondok neked, ezek nem csak szavak és mondatok, hanem akár, ha figyelsz, azonnal elkezdheted élni. Megalkottam egy mozaik szót, hogy könnyebb legyen megjegyezni. Ez a böme. Az első betű azt jelenti, hogy bizalom. Mit jelent a bizalom? Azt jelenti, hogy amit hittél, az nem valódi, viszont ha te teremtesz, akkor minden már megvan ebben a pillanatban, hiszen a világegyetem egy energiaáramlás, és amire figyelsz, az már energiát kap, és amikor meg akarsz valamit valósítani, amikor kitűzöd a célodat, abban a pillanatban figyelmet kap, már energia szintjén létezik a te terved, a te elképzelésed, a te célod, amit kitűztél, már megvan. Tehát az a bizalom, hogy tudd, hogy nem csak az van, amit hittél, sőt, fordítva van. Amit hittél, nem a valóság, a valóságot meg még nem láttad. A valóság az, hogy te teremtesz. Tehát te magad vagy a valóság. Tehát tudd, hogy mit akarsz, mit szeretnél, és figyelj rá. De ne félj, és ne kételkedj. Mikor szűnik meg a félelem és a kételkedés? Amíg az agy reagál ezekkel az érzelmekkel, soha. De mikor fog megszűnni ez a reakció? Ha az elméddel föladod, abba hagyod ezeket gondolni, amit eddig gondoltál, a rossz érzést meg tudomásul veszed, hogy a tested követi ezeket az érzelmeket, azzal egyelőre nem kell foglalkoznod, csak bíz. Az, hogy bíz, azt jelenti, hogy tudd, hogy te teremtesz. És tudd, hogy amire figyelsz, az energiát kap és megvalósul neked. Ez a bizalom. Ez az első alapelve a tudatosságnak. A második az őszinteség. Mi az őszinteség? Az, hogy már nem akarok megfelelni, nincsenek elvárásaim. Nem arra figyelek, hogy jaj, majd ki mit fog mondani, meg majd hogy csináljam, hogy a másiknak jó legyen, meg hogy csináljam, hogy jó arcot mutassak. Te jó ég, érted, hogy hogy éli az ember az életét? Állandó megfelelési kényszerrel mindenkinek van. Mindenkibe benne van, hogy mi az, amit akarom, hogy jobb legyen, meg több legyen, meg, és mit kell tennem azért, hogy ez megvalósuljon, hogy másokkal mit kell, hogy csináljon, mit csinálja, kitalálni, elképzelni, végigagyalni. De figyelj csak, a bizalom az első alapelv. Ha tudom, hogy megvan, akkor nem kell elvárnom senkitől, hogy most mindent azért tegyen, hogy nekem jó legyen. És nem kell kényszeresen megfelelnem másoknak, hogy én megkaphassak mindent. Ez az őszinteség. Amikor felvállalom azt, hogy mit szeretnék, felvállalom önmagamat, már nem akarok megfelelni, nem várok el senkitől semmit, hanem teszem a dolgomat őszintén. Bízom, tudom, hogy megvan, ami eszembe jut, energiát kap, csak figyelnem kell, és teszem a dolgomat, de őszintén. Mert hogyha ugyanolyan csellel, trükkel akarsz elérni valamit, semmi nem fog az életedben változni.
mert ott lesznek a félelmeid, hogy ki fog derülni, és akkor most nem akarom tovább sorolni. Tehát a bizalom és az őszinteség. Tudatosan akarsz élni? Új életet akarsz? Akkor kezd így. És hogy miért beszélek most pontosan erről? Mert rengetegen erre kérdeztetek rá, hogy hogyan. Hát így, és ezt ne találd ki, hogy ezt hogy csináld, ezt úgy csináld, ahogy mondom. Csak figyelj, vedd észre, és figyelj. És amikor megvan a bizalom, és őszintén élsz, akkor megjelenik a merészség. A bátorság, a merészség. Mert mit hittél eddig? Azt hitted, hogy te nem vagy elég jó, azt hitted, hogy vannak gátak, meg akadályok, azt hitted, hogy mások befolyásolnak, meg manipulálnak, meg aztán te is azt csináltad, hogy elérhess valamit, hogy nem feltétlenül abba az irányba mentél, ahova szerettél volna, hanem megpróbáltad a kiskapukat megtalálni, meg hasonló dolgok. Érted, hogy miről beszélek? Lekorlátozott téged. Beskatujáztad magad, hogy én csak ennyit érek. Hogy csak ekkora lehetőségeim vannak. Nyílj meg a bizalomnak, az őszinteségnek, és megjelenik benned a merészség is. Mit is jelent? Az, hogy nem kell lekorlátozni, bármennyit lehet, és bármit lehet. Bárminek a birtokába juthatsz, bármit megteremthetsz, te teremted az életedet. És ha tudatosan teremted, az lesz, amit akarsz, amit szeretnél. Egy nagyon fontos, hogy tudd. Soha nem tudod másoknak megteremteni, hogy nekik jó legyen. Csak magadért tudsz tenni. De ha te jól vagy, és neked van, akkor tudsz másoknak is adni. Tehát új életed csak akkor lesz, ha elindulsz ebbe az irányba. Bízol, magadra figyelsz, őszintén kezdesz élni, és tudod, hogy végtelen lehetőséged van. Nincsenek korlátok. Senki nem akadályoz meg téged semmiben, csak a saját érzelmi világod. Tehát csak figyelj, és vedd észre, tudatosítsd magaddal, nagy levegő, lazítsd a vállad, figyelj befelé, mondd, hogy köszönöm, ez a régi, de jó, hogy észrevettem. Köszönöm, hogy látom. Én az vagyok, aki ezt látja, nincs dolgom a szokásaimmal, a felvett viselkedéseimmel. És ne törődj vele, ha tombol a tested, ha jönnek a félelmek, te csak tarts ki, és figyelj arra, amit meg akarsz valósítani. Csak kezd el! És a böme negyedik betűje az egyszerűség. Ezzel nincs is dolgod. Hogy élted eddig az életedet? Agyaltál, gondolkodtál, megpróbáltad kitalálni, bonyolítottad. Néha úgy belebonyolódtál az élet dolgaiba, meg az egyszerű valamit elkezdtél, és a végén olyan hatalmas bonyolultságban találtad magad. Hát mi a dolgod most? Bizalommal, őszintén merészen élsz, leegyszerűsödik minden. Egyszerűvé válik, ahogyan a dolgok megtörténnek. Mert nem te csinálod azokat, hanem általad történnek. A figyelmed által. Mert te az vagy, aki teremt. Az vagy, aki irányítja az életedet. Nem a tested irányít, és nem az érzelmeid kell, hogy meghatározzanak téged. És itt lép be a képbe az érzelmi intelligencia, hanem te vagy az, aki képessé válsz irányítani a figyelmedet. Természetesen a múlt érzelmei nem fognak eltűnni. A félelmek, a fájdalmak meg tudnak jelenni. A te dolgod csak annyi, hogy vedd észre, tudatosítsd, hogy ez a régi, lazíts, figyelj befelé, és mondd, hogy köszönöm. Ez a hála érzése. A hála a szeretet. Ez vagy te. Innen indul minden. Ha innen indul, az örömből indul, hiszen amikor meg azt mondod, hogy köszönöm, akkor öröm van benned. A hála, a szeretet, az öröm maga.
Nem hatalmas öröm, hogy ennek a tudásnak a birtokába kerülhetsz? Rengetegen magyarázzák és beszélnek a tudatosságról. Mit kellene, hogy kellene, kivé váljál, mivé váljál, mit ne csinálj, mit csinálj. Rengetegen tanítják az elmét. Én is taníthatnálak, de nem azt teszem. Én csak felhívom a figyelmedet, hogy hogyan figyelj. És most vagy figyelsz, vagy azon agyalsz, hogy ezt én nem tudom, hogy ez nehéz. Igen. Most azt képzeld el, hogy évezredes szokásokról beszélünk. Évezredes szokásvilágból segítek, hogy kiemelkedj. Nem egy elméletet hallasz a sok tanítás közül, hanem teljesen mindegy, hogy eddig mit tanultál. Hogy mi rögzült benned, hogy mit, hogyan kell, az elmédet tanították. Az elmédnek magyarázták, a hitrendszereden belül alakítgattad az életedet. Ezt hitted, majd azt hitted, utána ezt nem kell hinni, most azt kell hinni, minden, amit elmagyaráztak neked, arról szólt, hogy hidd el. És bedőltetek. Sajnos bedőltünk mindannyian a hitrendszerünknek, mert amit hiszünk, nem valódi. Nem az a valóság, amit hiszel, hanem a valóság az, aki ezt hiszi. Tehát te, aki ezen a testen keresztül megnyilvánulsz. És aki ezen a testen keresztül megnyilvánul, mi mind az az egy vagyunk. Az a végtelen szeretet. Az a lény, akit mindenki keres. Igen, nem jól mondom, nem lény, mert valaki lénynek képzeli Istent, valamilyen formában, valakinek és valaminek. De ne keresd tovább, mert te teremtesz. Az vagy, aki birtokában van ennek a tudásnak. Csak kezdj el figyelni úgy, ahogy mondom, és elkezded látni a alakulását a körülményeidnek. Tudd, hogy mifelé haladsz. Ne másodpercek alatt várd el a változást. Szükséged van valamennyi időre, hiszen itt élünk az időben, annak ellenére, hogy a létünk az időtlenség. Tehát mi magunk az időtlenség részeként vagyunk egy egységben önmagunkkal. Tehát nem egy része vagyunk, hanem aminek a részét képezzük, valójában az az egy vagyunk. A végtelen tudás, a végtelen információ és a végtelen szeretet formájában. Tehát mi magunk vagyunk a végtelen intelligencia. Ami teremt. Ez az intelligencia az, ami által kialakult az életed eddig. Ez a végtelen intelligencia, ami most ezt felfedezi, és ez a végtelen intelligencia, aki képes új életet teremteni. És igen, hogy itt vagy még a szokásaidban, itt sírnak a gyerekek, vagy rendetlenkednek melletted, a kedvesed lehet, hogy megint többet ivott a kelleténél, mert már nem bír magával itt bezárva, mert nem mehetünk a barátokhoz. De azért legyél őszinte magaddal, nem vagy bezárva. Megvannak a szabályok, amik mellett megteheted azt, amit szeretnél. Elmehetsz sétálni, kimehetsz a napra, sportolhatsz, futhatsz. Hallottam nem olyan régen valakitől panaszkodott, hogy lakótelepen lakik, nincs park se, a ház erdőben laknak, hol fusson. Fönt lakik a 10. Hát én még visszaemlékszem, amikor diák voltam, és télen hogyan edzettünk. 2 emeletes volt a gimnázium, a középiskolám, ahová jártam, és rengeteget lépcsőztünk. Hatalmas lépcsőköröket tettünk meg. Találd ki, légy kreatív, légy ügyes, oldd meg!
és egyáltalán nem vagyunk egyedül. Lehetne panaszkodni, ha nem lenne ez a szerkezet, amin keresztül most hozzád beszélek, és látsz engem. Együtt vagyunk mindenkivel. Persze, most sokan panaszkodtok és mondjátok, de hiányzik az érintés és az ölelés. És most, ahogy elkezdtem az előadásomat, most vissza is kanyarodtam egy pillanat alatt oda. Nézd csak vissza. Tényleg élvezted, ha megölelt a másik? Vagy elhárítottad és ellökted? Vagy azt mondtad, hogy jaj, már megint találkozni kell vele? Ja? Emlékszel? Visz az elméd. Mi az elme? Ezt újra meg újra muszáj, hogy egyeztessünk azok kedvéért, akik elsőként, újként hallgatnak engem. Az elme a gondolataink összessége. Az elmevilágunk, a lelki világunk, a hitrendszerünk, az egónk. A gondolataink, miből fakadnak, érzelmekből fakadnak, szokásokból, amit hozunk, amit generációsan hozunk magunkkal. A tudatosság az, amikor megszűnik az elme. Amikor már nem agyalsz, nem gondolkodsz, hanem tudod, hogy mit akarsz, és teszed a dolgodat, arra figyelsz, és haladsz felé, és a pillanatban, ebben az ürességben megjelenik benned minden információ gondolatok formájában újra. Tehát nem a gondolatok fognak eltűnni, nem maradsz gondolatok nélkül, hanem az agyalás és a gondolkodás kell, hogy megszűnjön. Ha azt abba hagyod, akkor válsz tudatossá. De ne akarjad, mert nem tud megszűnni. Csak a figyelem kell hozzá. Az, hogy észreveszed, hogy ez már megint a szokásos. Mély lélegzet, befelé figyelsz, és azt mondod, köszönöm. Te jó, hogy látom, hogy ez a régi. Csak te tudod magaddal tudatosítani. Nincs hozzá technika, módszer és eszköz. Mindegy, hogy hány tudatos ember, vagy hány olyan, aki tudatosságot tanít, magyarázza, hogy milyen technikákat és mit csináljál. Azt mind az elméddel fogod csinálni, mindent az elméddel. Hiszel valamit, agyalsz, gondolkodsz, programozol, elképzelsz. Fohászkodsz, hogy majd valaki megteremti neked, lehet, hogy a mindenható, lehet, hogy csak kívánni kell. Nincs vele semmi baj, nyissatok, lépjetek, menjetek akármi felé. De amikor ehhez megérkeztetek, akkor onnantól kezdve fontos, hogy tudd, hogy minden, amit csinálsz, az elmével csinálod, a gondolataiddal, a szokásaiddal. És új életed akkor lesz, és akkor nem fog ismétlődni minden, akkor áll meg az ismétlődés, ha megszűnnek a szokásaid. Ha átirányítod a figyelmedet. Ez a tudatosság. Amikor befelé figyelsz, átveszed az irányítást. Most azt nem ígérem, hogy aki így a képernyőn keresztül tanulja tőlem, hogy elsőre azonnal menni fog és sikerülni fog, ezt nem ígérem, nem is ígérhetem. Miközben látom, hogy az elmúlt 25 évenben hány ezer embernek adtam át ezt a tudást, és az elmúlt 17 évben mekkora erővel ment át azoknak, akik nyitottak voltak, és hány ezren vannak, akik ugyanígy ebben a jelenlétben élnek, akik ugyanúgy tapasztalják és tapasztalták már azt, amiről én most beszélek, és tudom, hogy itt ültök sokan azok közül is, és nem számít, hogy itt a képernyő, valamiféle szerkezet, de együtt vagyunk. És érzékeltek engem. Érzékelitek azt a végtelen pillanatot, azt a végtelen szeretetet, ami nem más, mint az a nagyon finom rezgés, amikor azt mondom, hogy itt vagytok mind-mind-mind a szívemben. És ha befelé figyeltek egy pillanatra, akkor tapasztalhatjátok, hogy én is ott vagyok a szívetekben.
ez az, amivel érdemes együtt élni. Ez az, amivel megszűnik a szokás, a szokásos álomvilág, ez az, amiért érdemes tovább élni. És tudom, hogy elméletszerűnek tűnik, amit most elmondtam nektek, de kezdjetek el figyelni úgy, ahogy elmondtam, kezdj el úgy figyelni, és elkezd élővé válni. Elkezded tudatosan látni az életedet, és tudatosan teremteni. Csak adj időt magadnak. Ha nem megy, kezd újra. Köszönd meg azt is, hogy látom, hogy most még nem megy. Köszönöm, hogy látom. Kezdj el figyelni, kezd el észrevenni saját magadat, hogy te éled az életedet. Rád van szükséged. Nem számít, hogy ki mit mond, nem számít, hogy mi van a külvilágban. Új módon, új érzelmekkel indul el az új életed, új irányba. Mit szeretnél mostantól kezdve? Hogy akarsz élni? Fogalmazd meg magadban. Tudjad. Legyen ez az irány. Hagyd a régit, ne foglalkozz vele. Nem tudod elfelejteni úgyse. Nem is mondhatok ilyet. Az emlékeid megmaradnak, de mikor nem érzed jól magad, mindig tudatosítsd magaddal. Köszönöm, hogy látom, ez már megint a szokás. A jelenlétben, a jelen, most pillanatában. Itt és most a pillanatban. Csak te létezel, gondokkal és gondok nélkül, gondolatokkal vagy gondolatok nélkül, te döntöd el, hogy mire figyelsz. Te döntöd el úgy, ahogy eddig eldöntötted, hogy mit akarsz megvalósítani, most legyen tudatos. Bizalommal, őszintén, merészen és egyszerűvé válik az életed. És ez a végtelen szeretet. Hála és elfogadás. És a legnagyobb öröm. Már nem tudok öröm nélkül lenni. Tudjátok, mekkora öröm, hogy én ezt elmondhatom nektek? Hogy nem technikákkal nyomom tele a fejeteket, hanem olyan információkat mondok, amit ha megfigyelsz, és nem gondolkodsz róla, csak elkezded, átalakítja az életedet. És nem le kell ülni hozzá külön ezt gyakorolni, hanem csináld mosogatás közben, gyereknevelés közben, szerelmeskedés közben, a munkád közben, bármikor. Te vagy a fontos, te figyelsz. Te vagy benne az életedbe, te vagy benne a munkádba, te vagy benne a saját tevékenységedbe. Akkor csak folyamatosan vedd észre, amikor megjelenik a régi, és tudd, hogy az már nem számít, nem baj, ha rosszul érzed magad tőle, hiszen az agyad reagál, a tested veszi az adást. Hagyd figyelmen kívül, csak tudatosítsd, bőven elég, és figyelj, hogy mit akarsz, mivel a figyelmedet átirányítod, ami nem kap figyelmet, megszűnik. El fog múlni. És még mielőtt befejezem az előadásomat, hagyd mondjak el nektek egy olyan ismert pár mondatot, amit valószínűleg hallottatok már ti is. Szeretünk színházba járni, szeretjük a jó színészeket. És akik eljutnak már sikereik csúcsára, és aztán az életüket végigélik, idősebb korba jutnak, kitüntetik őket, interjúkat készítenek velük. És föltesznek szinte kivétel nélkül mindig egy kérdést nekik. És mi van a lámpalázzal? Ennyi év után is. Hogy vagy ezzel? És azt szokták mondani, ó, hát az jön, izgulok, ott van, megjelenik, dobog a szívem, vagy ugyanúgy összerándul a gyomrom, vagy ugyanúgy kiszárad a szám, de már rájöttem, hogy nem kell vele foglalkozni, nem kell rá figyelni, mert amikor elkezdek figyelni a színdarabra, a játékomra, teszem a dolgomat, akkor ezek automatikusan megszűnnek. Érted? Az életed minden egyes pillanatában felhasználhatod ezt. És természetesen
én nem várom el, hogy ez neked már működjön, mert valami olyan új dologról van szó, ami nem technika és módszer kérdése, hanem a tudás és a figyelem, ahogyan irányítod az életedet. Tehát a te dolgod csak az, hogy kezdjél figyelni, de úgy, hogy közben észreveszed a múltat, és arra figyelsz, amit akarsz. De én itt vagyok, és nem egy új életet fogok kezdeni, hanem kihasználtam ennek a idézőjelbe számomra pihenőnek minden apró kis részletét, élveztem, nem volt bennem semmilyen rossz érzés, ez volt a helyzet most, ebből hoztam ki a legtöbbet és a legjobbat, és tudom, hogy amint megengedik, törvényesen is, hogy újra indulhassanak előadásaim élőben programok, nagy-nagy szeretettel várlak benneteket oda is, hiszen az, amikor látlak téged, látom a reakcióidat, látom akár a gondolataidat, ahogyan ott részt veszel a programon, akár többen ismertek már engem, érzem, ott hátrafordulok, és ott beszólok neked, hogy hello. És itt vagyok nektek, akár így a képernyőn is, és majd élőben is. És ha már megengedték a lakodalmakat, akkor bízunk benne, hogy elindulhatnak az alapprogramjaim, és elindulhatnak a táborok is. Elvileg június 22-től egy jelenlét táborhoz van egy időpontom, úgyhogy aki úgy érzi, hogy szeretne jönni, biztos vagyok benne, hogy most sokan újongotok, nyugodtan írjátok meg nekem, hogy érdekel-e benneteket. Természetesen hivatalosan még nem szervezhetem, nem is akarom a törvényt megszegni, de bármelyik héten változhat bármi, és jó, hogyha már tudtok róla, úgyhogy várom nagy szeretettel a információkat, hogy tényleg szeretnétek-e már jó néhányan részt venni. Természetesen azok tudnak erre a programra jönni, akik egyes, kettes, hármas táborban már voltak. A hármas táborosaimnak, a csendes táborosoknak ajánlom nagyon-nagyon, hogy az, ami ott a csendben megvalósult, azt a jelenlét táborban nagyon-nagyon nagy erővel képesek megerősíteni magukban, megerősödni benne. Aki pedig egyes tudatos élettáborban volt, annak pedig hatalmas lehetőség a folytatás most, mert nem csak egy táborban veszel részt újként, hanem tábor csak azért, mert együtt vagyunk, hanem a megélése, az ahogyan meglátod magadat benne, ahogyan meglátod az életed minden egyes pillanatát, a szokásaidat, ahogy szembesülsz azzal, hogy hogyan teremtesz. És a másik kettő pedig, ahogy továbbmész már, az abban fog megerősíteni, hogy képes legyél ebben a jelenben fenntartások nélkül 100%-osan önmagadat élni. És látni, ahogyan nagyon sok hallgatóm látja már, hogy hogyan teremti a saját életét, és azt tudatosan irányítani. És köszönöm szépen még egyszer, akik elkezdtetek támogatni engem ezekben a előadásaimban. Nagyon-nagyon nagy szeretettel köszönöm, és élem örömmel és hálával. És természetesen, ha adsz, kapsz, tehát adok, én is kapok. Várlak benneteket a jövő héten is, nagyon nagy szeretettel. Ha kíváncsiak vagytok, mert most találkoztatok velem először, vagy még nagyon az elején, akkor nézzétek vissza az előző YouTube videóimat. A honlapomon, a csatosilona.hu-n nagyon sok leírt információt találtok. Megtaláljátok azoknak a hallgatóimnak a leveleit is, amik most a Facebookon folyamatosan mennek, hogy ők hogyan látták meg a szokásaikat, és abból hogyan képesek tényleg új módon egy boldog életet élni azóta, akár családosan, vagy akár egyedül él valaki, és egyre többen vannak, akik elkezdik ezt nekem levélben megírni.
én ezt publikálni fogom továbbra is, de ott össze van szépen fogalmazva a honlapomon. Olvassátok a könyvemet a Libriben, a Booking.com-on, illetve a Bioenergetik kiadónál meg tudjátok rendelni. Én nem foglalkozom konkrétan a könyv terjesztésével. Lassan most már lehet majd könyvesboltba is menni. És most pedig nyugodtan, aki még nem, jelentkezzetek fel a YouTube csatornámra is, ott azon a csengőn keresztül, ha megnyomjátok, infót is fogtok kapni róla, illetve a hírlevelemre is, ha föliratkoztok, nagyon sok olyan információt kaphattok, ami nem csak a marketingről szól, hanem bizony nagyon komoly tanításaim vannak a mindennapokat illetően. Nem is tudom, mást nem is mondok, hiszen itt leszek a jövő héten is. Ha vannak kérdéseitek, írjátok meg. Én felhasználom a következő előadásomon. Név nélkül, nem névvel válaszolok nektek, de a kérdésekre szerintem mindig kaptok választ. Természetesen nem tudok mindig nagyon részletesen válaszolni nektek, és mindig újabb és újabb témában fogok jönni, és egyszer csak, ha mindegyiket figyelitek, szerintem össze fog állni egy kép önmagatokról, a létezésünkről. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm.